Normál esetben, tulajdonképpen a táplálkozásunk során elfogyasztott ételek, élelmiszerek miután megemésztődnek, eltávoznak szervezetünkből, úgy mondjuk, hogy kiválasztódnak, akár a veséken keresztül, a bélrendszerünkön keresztül, illetve a bőrünkön keresztül is. Tehát az a célunk, hogy ezt a folyamatot minél tovább szinten tartsuk, és ezt táplálkozásunkkal tudjuk megoldani. Ez azért nagyon fontos, mert az ásványi anyagoknak óriási szerepe van a táplálkozásunk során, és ha a szervezet nem tud olyan ásványi anyaghoz jutni, amit kívülről beviszünk és amire szüksége van, akkor különböző betegségek alakulhatnak ki, azáltal, hogy a szervezet esetleg a saját ásványi anyag raktárait használja fel segítségképpen. Leggyakoribb betegségek a solakanyagok nem kellőképpen távozásából. Elsősorban a legismertebbek ugye a szív-érrendszeri betegségek, a túlsúly. Narancsbőr is ennek következtében alakulhat ki, ugyanis ezek a lerakódások, ezek a testtájak különböző részein rakodnak le. Tehát ugye a leglátványosabbak, amikor az embernek a comb környékén, a lábán, akkor a bokáján, tehát a különböző helyeken. Na most könnyíti a helyzetünket, hogy tavasszal, nyáron jönnek a friss zöldségek, friss gyümölcsök, és ez tulajdonképpen egybeesik a szervezetünknek is a megújulásával, tisztulásával. Van nagyon jó a spenót például, nagyon jó vízhajtó hatása is van. Vas tartalma magas, bár ezt nem mindig szokták mondani, mert tulajdonképpen különböző fajtái vannak a spenótnak is, de a vas tartalma csak akkor szívódik föl, hogyha mellette állati fehérjét teszünk. Ide tartozik ugye hús, tojás, sajt, tejtermékek, de nem kell túlzásra vinni ennek fogyasztását sem. Nagyon előnyösek a piros gyümölcsök, tulajdonképpen antioxidánsokat tartalmaznak. Málna, eper, ribizli, ezek mind áfonya, ezek mind fokozhatják tulajdonképpen azt, hogy az embernek egy picikét a salakok távozzanak a szervezetéből. Rostban gazdagon kell táplálkozni, általában ugye pont a zöldségek tartalmazzák és a gyümölcsök ezeket a rostokat. Az biztos, hogy naponta 30-40 deka zöldséget, gyümölcsöt ajánlatos megenni. Lehet ez minél változatosabb formában, tehát nem fontos ez csak főve, hanem lehet ezt nyersen is, akár salántár formájában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a salakanyagokat tulajdonképpen minél kevésbé tárolja a szervezetünk.